Szépen én is jó napot kívánok mindenkinek. Rendkívüli időket élünk, de ezt önök is tudják, hogyha megnézzük a napi új megbetegedések számát, akkor láthatják, hogy az egész ország a negyedik hullám kellős közepén van, ebből adódóan rendkívüli intézkedéseket is kellett hozni. De ahogyan főigazgató asszony és főigazgató úr is mondta, ezek rendkívüli intézkedések. Következésképpen, amint van, reményünk arra, hogy visszatérjünk a normál időkre, a normál állapotok állnak helyre az országban, remélhetőleg, és itt Ajkán is. Az Ajkai Kórház ugyanis nem csak az ajkaiaknak fontos, és nem csak Ajka városának fontos, hanem fontos az Európa Kulturális Fővárosa régiónak is, hiszen azzal számolunk, hogy már jövőre, de főleg 2023-ban vélhetően a járványadatok is lehetővé teszik majd, hogy a turizmus ismét felelénk üljön, és sokan látogassanak ide a térségünkbe. Az itteni infektológia, amely országos hírű, nyilván ezek után, az előzmények után komoly szerepet kap majd a térség egészségügyi ellátásában és az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatra való felkészülés során, illetve a lebonyolítás során az egészségügyi háttér biztosításában. De ugyanilyen fontos az Ajkai Kórház az Észak-Dunántúli gazdaságfejlesztési övezet szempontjából is, hiszen az Ajkai térség egy jelentős gazdasági potenciállal bíró térség, amelynek az egészségügyi ellátása az egész régió szempontjából nagyon fontos. Éppen ezért számomra, mint az Európa Kulturális Fővárosáért felelős kormánybiztos és az Észak-Dunántúl gazdaságfejlesztési övezetért felelős kormánybiztos számára személyesen is fontos az Ajkai Kórház léte és stabil jelene. Éppen ezért szövetséget ajánlok Ajka városának és az ajkai polgármesternek, ahogyan korábban már egy jól működő együttműködés volt közöttünk. Az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében Ajka városa már kapott 300 millió forintot azért, hogy a Kriptonházat felújítsa, elkezdje a felújítását és átalakítsa egy korszerű közösségi házzá. Ahogyan itt a csónakázótó megújítása érdekében 450 millió forintot már biztosítottunk azért, hogy Ajka újjávarázsolja ezt a környezetet és folytathassa a felújításait, úgy ezt a szövetséget javaslom az Ajkai Kórházra is. Fogjunk össze a polgármester úrral, a várossal, az Ajkai Kórház jelene stabil, én biztos vagyok benne, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben is legalább ennyire vagy még fontosabb szerepet fog ellátni az ország egészségügyi ellátásában. Értem tehát az aggodalmat, de nincs ok az aggodalomra, az Ajkai Kórház stabil, és az Ajkai Kórház jövője is stabil. Köszönöm szépen!